Sziasztok, itt van Retro Boy, és hát akkor arra gondoltam, hogy folytatnánk esetleg itt a Redneck Rampage-et. A Sewers. Talán ez a fájl legkevésbé tetszik nekem a játékban. Mindig eltévedek benne, csak egyfajta ellenfél található meg. Az egész pályának hangulata hirtelen monoton, és ez egy nagy labirintus. És az a baj, hogy a Redneck Rampage épp elég egy labirintus játék, főleg a kulcsoknak a keresésével, meg a pályának a méretével, de ez a játék még hangulatilag sem a legjobb. Az ilyen jó dolog talán az, hogy ebben a pályában nincsenek kulcsok, csak kapcsolók. És talán összesen három titkos helyet találtam benne, de szerintem ebben a videóban csak arra fogok menni, hogy minél hamarabb tűnjünk el innét, mert akkor ez a videó soha nem érne véget. Amikor legösszebb játszottam ezzel a pályával, akkor azt hiszem összesen 40 percet töltöttem el rajta. Annyira nem értettem, mit kell csinálni. Szóval most az lesz ebben a videóban, hogy Márton megy a feje után, aztán találunk dolgokat. És azt, hogy mi fog minőségi titkos helyen, és mi az, ami nem, az pedig már teljesen szubjektív. Bár szerintem ebben a pályában voltak olyan elemek, amik titkosan lettek számva, csak aztán mégsem lettek annak beírva. Például ez szerintem emetett volna a titkos helynek itt. De a játék azt mondta, hogy nem, nem az. Csak megint kitalálod a dolgokat, mint mindig. Na jól van. Itt fent vagy lent valami, nem igazán. Meg hogy azt nem értem, hogy ha már nincsen egy titkosság, akkor miért lenne az, hogy ide bemész, azt nem tudsz fel meg lefelé menni. Ezt meg lehet volna ennyivel oldani. És tényleg csak ennyi volt itt? Na azért. Itt van azért kicsit több is. Például ez is emeltett volna egy titkos helynek az én részemről, de azt mondta a játék, hogy nem, nem az. Ja, akkor innen jöttem. Vissza tudok egyáltalán menni? Ja, vissza tudok, de annyira szerintem nem számít. Akkor igen, ott a túloldalt egy ellenfél, de annyira nem érdekel, bevallom. Csak körbeúszok, aztán megnézem, hogy van-e itt valami érdekes. Oké, és akkor ezt így több felesleges volt így körbenézni. Ez is miért van így megcsinálva? Tehát, hogy mondom, hogyha nem tudsz bemenni titkos helyre, mert nem jó az a játék szint, akkor így, így csinálják meg. Na mindegy. Jó. Itt van valami érdekesség? Nem hinném. Hát nem igazán. Itt is kéne gombokat nyomogatni, hogy tovább haladjunk valahová, de igazából tök céltalan az egész. Aha, értem, értem. Jó, okés. Itt átugrunk. Itt is szépen. Utána itt álltam meg az első titkos helyet, igazából bárki észre tud venni. Valahogy ez az, amit a legkönnyebben lehet megtalálni. Na jó, itt van egy-két ellenfél. Jó. Na nézzük, hogy itt van-e valami. Hát szerintem itt vagyunk a pálya a legelején, vagy legalábbis egy ahhoz hasonló helyszínen. Itt nincs semmi. Itt se nagyon. Itt is van egy ilyen furcsa dolog, hogy itt van ez a cső. Bemegyünk, és játék szerint nem titkos sej, pedig elmehetne annak. Én meg vagyok arra győződve, hogy a legtöbb játékos az csak is szimplán végigúszott itt. De jó van, hogy a játék azt mondja, hogy nem titkos sej, akkor nem az. És azt hiszem, hogy itt voltunk, igen voltunk, szóval ez csak így be lehet nézni. Itt azt hiszem, hogy majd lesz egy kapcsoló, igen. Ja, és akkor igazából itt vége is a pályának. Ha. Legalábbis nem tudom, valószínűleg ezen a pályán volt, annyira remélveszte volt a hangulat. Tényleg csoda, hogy találtam titkos helyeket, de mindegy. A következő pályán úgyis össze fogjuk lootolni magunkat, amennyire lehet. Oké, ezt a kardit megnyomtuk, aztán igazából meg is emelkedett itt a vízszint eléggé. Ja, folyamatosan emelkedik, aztán, ja. Ez nem az a hely, ez nem itt van a pályázásának a kulcsa. Ígyni. Ezt a gombot megnyomjuk, aztán itt elfordulunk balra, és akkor ezt az első gombot, meg várjál. Meg ezt itt megnyomjuk, aztán igazából vége a pályának. Na, belesel? Holy shit! Na jó, tudjátok mit? A franc adja meg. Az lesz, hogy én fogom ezt a
pályát, és felveszem. Hát akkor jó, nyomjuk. Mert ez az előző pálya kicsit rövid volt, csak arra gondoltam, hogy csinálnánk egy baromi hosszú videót. Legalábbis a formázási ideje biztosan hosszú lesz ennek. Tehát akkor itt újra kulcsokat kell gyűjtögetni, és az utolsó pálya közelben az első fejezetnek. Ó, oh, hello. Nem se veszelek meg? Hát nem úgy tűnik. Na jó, próbálj meg ezt a csontfűrészt, vagy mit csodának nevezik már. Fűrészt, jól van. Hoppá, kicsit mesterbeszél, de annyira nem érdekel. Jól van. Hoppá, hello. Valaki itt van? Valaki itt van. Lehet, hogy... Ja, igen, és fedettem, itt van a pályán kívül. Hát nem tudom. De próbálják dinamittal, csak a vicc kedvéért. Na, össze is jött, ez legalább jó. Itt lesz egy ebb. Na. Jó kutya. Jó szomszéd. Nézzük, van itt még valami. Itt van egy öreg, meg egy másik öreg. Jó. Ez nem titkos helyét, ha jól tudom. Amúgy bevallom nektek, nem tudom, hogy hány titkos helyet találtam meg. Talán hármat? Kettőt? Inkább kettőt. Nézzük, itt van-e valami. Itt vagytok ti ketten. Hoppá, beakadt az ajtó. Mondjuk ez gyakori jelenség. Oké, és lehet, nem kéne annyira használnom az alkát. Ó, na gyere ide. Jó, double kill. Itt nincsen már más, azt hiszem, majd később. Te nem vettél minket észre? Mi a franc? Minket, Márton skizofrén. Na jól van. És ha most jöttél rá? Na, jól van akkor. Itt van egy ajtó, itt bemegyünk, és azt mit lesz már az első kulcs is. Don't run away from me! Na mindegy. No you! Na, elvérszel, köszi! Nézzük, itt van-e valami. Jó, van némi shotgun. Ali! De itt mi van, miért meg a csaj egyáltalán a térkép? Azt nem értem. Jó. Elrendünk-e, mert le van zárva. Nem baj, akkor megyünk erre fele. Hello! Jó ét! Na! Jó! Jó, akkor itt lesz akkor a bizonyos kult, csak Mártól nem tudja, hogy mit csináljon. Ide benyúlunk, és meg az első kulcs, akkor azt hiszem, hogy ott ahhoz az ajtóhoz kell, amit nem tudtunk az előbb kinyitni. Az időkért is aztán gyorsan felmegyünk. Itt végig előre. Bár itt nem is. Ezt itt. Jó, akkor itt lemegyünk, mert volt egy ajtó ott a pálya legelején. Így mi, ezt itt megnyomjuk, vagy lehúzzuk, aztán megnézzük, van itt medik itt. Hát, ha van-e. Aha, jó. Be is húgyózunk, szóval sem teljesen OP-k vagyunk, vagy legalábbis ki vagyunk pimpelve, jó. Akkor azt hiszem, most tudunk ott egy vizes résznél úszkálni, aztán ott megtalálni a következő kulcsot, amit baromi nehéz megtalálni, hogyha az alapértelmezett kulcsokkal játsszuk, vagy pedig az alapértelmezett színekkel. Na jó, itt végig úszunk, nem megyünk fel. Jó. Te ott fenn fogsz áldogálni. Na. Jó, meghalsz. Remek. Itt vagytok ti ketten. Ti meghaltok. Akkor megint úszunk egyet. Jó. Oh, hello. Hát ez kicsit félre előttem. Na, meghalsz. Kösz. Te is itt vagy. Jó. Ezt nem kell volna felszednem. És akkor, hol is van a kulcs? Itt, tehát hogy így ezt így kiveszi észre. Sőt, itt talán ez a barna színen még rosszabb a helyzet. Na, jól van. Jó, akkor szerintem az így jobbra lévő ajtót ki is tudjuk nyitni.
Itt végig megyünk el. Mondjuk dinamit, az abból több van. Itt is egy kicsit kempelgetünk, legalábbis kilőjük közös távoli ellenfelet. Jó. Oké, neked is annyi. Holy shit! És még itt is ez egy titkos hely, talán az első. Na jó, megvagytok? Csá! Ó, oh, double kill! Shotgunnal, érdekes. Na jó, van ebben töltény? Oké, okay, és akkor van némi medikit. Jó, akkor én vissza tudom majd menni cuccér. Vagy nem tudom, talán az első olyan build and G játék, ahol tudtunk létrán menni. Létrámászni, mert ez nem volt annyi jellemző erre a játékra. Ezek után még az újabb Iron Fury-ban láttam lehetőséget, arról lehessen mászni. Na nézzük, hogy itt lesz ellenfél. Ott majd le kéne menni. Oh, hello! Ez jól fél előtted, Márton. Na mondjuk fog ide kéne a dinamit. Jól van. Itt vagy te, Ali. Jó. Akkor itt felmegyünk, aztán azt hiszem, hogy itt van egy, hát nem titkos hely, csak nem tudtam, hogy ezt itt ki lehet nyitni. Sok évig. Hey, motherfucker. Azt hiszem, hogy így, amit a következő pár részben fog megtalálni a harmadik kulcsot. Jó. Hallottuk. Ajaj. Hello, meg vagy? Kis öreg, te is. Jó. Na nézzük, hogy még mi maradt ki. Na jó. Ott van még egy kemper. Azt hiszem, ki van azt a hordót. Nekem úgyse kell. Jó, te is itt vagy fent, öreg, jól van. Mondjuk talán az a bajom, hogy az ellenfele ebből hihetetlenül kevés a szám részemről, mert hogy nem hinném, hogy a két főszereplőnek igazából csak két szomszédjuk lett volna. Ezt nem tudom reálisnak. Most sem mondom, hogy ha megjelenik egy nő kettő revolverrel a kezében, azt nő is lövöldözne. De mindegy. Ettől készülő nem volt idejük több ellenfelet megcsinálni és megprogramozni, vagy pedig nem volt egyszerűen elég pénz szinkron színészekre. Na mindegy. Jó. Bár a grafikáról annyira még nem is beszéltem. Szerintem az kérdéses, hogy egy 97-es játék nem néz ki rosszul, mert a textúrák például egész faszán néznek ki az én részemről. Legalábbis annyira nem ilyen... nem annyira pixel játék feelinget ad az én részemről. Inkább csak sprite-ok grafika, mert... A legtöbb modell, amiket az ellenfelek használnak, azok szerintem... rendes 3D-s modellek, csak 2D sprite-ba átemelve. És utána nincs meg emlődni a grafikáról az én részemről. Mert ahogy nem tudom, a Blood esetében, meg a Duke Nukemben úgy néztek ki igazából a sprite-ok, hogy egy rendes programmal meg lennek rajzolva. De vagy sok időt ölt ebből a sprite-oknak meg a textúra megrajzolásában, vagy pedig egyszerűen 3D-s modelleket emeltek át 2D-be. Ami szintén működik szerintem. Na jó. Oké. Okay. Azt mondja, találtam az utolsó kulcs. Még hogy azon a pályarészen. Ne, nem is annyira nagy baj. Szóval akkor megint végigfutunk, aztán megnézzük, hogy mi van az utolsó pályarészsel. Itt nem tudunk aztán beugrani, mert le vannak zárva az ablakok nyilvánvalóan. Azt tudom, hogy egyáltalán ide be lehet-e menni. Valószínűleg nem, mert hogy nem látok semmi ajtót. Haltál? LOL.
Au, ez fájt, viszont. Azt később felszedjük, mert itt lesz egy ellenfél. És nem tirolatok van szó. Oké, oké, tűz alatt volt ez legalább fasza. Azt azt szerintem inkább felbantom. Jó, a kép le is esett, ezt itt felszedj, bár nem tudom minek, mert így is van elég búvár kapacitásunk. Jó. Ó, jaj. Na nézzük, akkor itt felszedjük medikitet, pont azért hagytam meg itt. Ezeket a gombokat szerintem nem kell megnyomni. Itt azt hiszem lemegyek. Ezt így benyomjuk. Ja. Aha. Akkor megpróbáljuk csak ezt egy gombot megnyomni. Oké, okay, akkor mind a kettőt, mert nem tudom, az volt, hogy megnyomtam mind a két gombot, aztán ezen a csőn nem tudtam tovább menni igazából. Akkor lefelé majd kikasolj mind a kettőt, amikor itt elintéztük ezt itt. Közben Leonard fingik egyet. Na jól van. Akkor ezeket visszanyomjuk. Igen. Bár itt nem volt valami? De, jó. Köszöntöm, érkezett Kemper Kerry, mert ezeket itt szétlövöm így. Na, nem kell káromkodnom, meg is hallasz bármely pillanatban. Jó van, azt is, hogy kikempeljük. Az a baj, nem lehet dinamitot használni, mert nem akarom előkezdeni az egész pályát. Majd utána a másik fejezetben lesz olyan, hogy menteni fog bizonyos helyszíneken. Na jól van akkor, nézzük, ha akkor most mi legyen. Tehát én itt elvégeztem szerintem a dolgom. Akkor itt vissza. Így mi? Ó, atya úr, te menjen vagytok ám. Oké. Kihagytam valakit? Ja, látlak ám. Ott is vannak ketten, ha jól látom. Hát nem tudom, lehet, hogy én rosszul látom. Na jó, itt azt hiszem valamelyik, nem tudom, szarkeverőnek a belsejébe be kell majd mennünk úszni. Csak előtte még itt végig megyek. Oh, hello! Jó. Ezt a gombot itt megnyomjuk, aztán akkor igazából, ja, vég a pályának. Hogy melyikbe kell menni, azt nem tudom most. Aha, ja, pont a jobban mentem be a középsőbe, aztán akkor itt... Nem tudom, lent van valami? Szerintem nem igazán. Aha, lehet, hogy itt meg kell húznom egy kart. Valaki megtámadott viszont. Ja, hogy te? Hová mész? Kösz. Ez szép volt. Na jó van, akkor most már megvan? Jó, megvan a jó irány. Egyet mi ennek a pályának a neve? Aha, Smelting Plant. Jó. Ó, oh, hello. Szerintem ez a... Ez a malacunk, akiért elindultunk megmenteni. Akiért elindultunk megmenteni. Na mindegy. Eléggé káromkodsz. Meg fingasz. Hát ez elvileg viccesnek kell, hogy lennie, de ez nekem valami nem tud bejönni. I am S-Face. Amúgy csak azért mondom, hogy ez a... Úristen, hogy dobálod rám a szarodat. Meg azt jelenti, hogy valós szerzem kisebb lesz. Jelző menjen bizonyítan abban, hogy nyerni fog. You had me. Hogy ennek a kacémi az értelme, látjuk megfulladni, aztán ennyi. Tehát szerintem ez az a malac volt, akiért elindultunk a megmentéséért.
És hát fogták az aliennek, aztán egy ilyen mutást csinálta belőle, aki úgy hivatkozik magára, hogy Assface. Szóval konkrét a főszem kinyírta a célját, a játéknak az értelmét, azt hiszem. Na és igazából itt véget ért az első fejezet a játék, aztán a második fejezet. De azt majd a legközelebbi részben. Szóval, ja, addig is sziasztok. Csak megnézzük betűnt a pályát, aztán igazából ennyi. Na jó, van, oké, akkor srácok, majd fogom folytatni, addig is sziasztok.